vörös csillag van rajtam, egyébként ez egy kitüntetés, egy munkásőr kitüntetés, úgynevezett 5 éves szolgálatért emlékjelvény, amit 1962-ben, tehát a munkásőrség alapító tagjai az 5 éves szolgálatért kaptak. Uh-huh. Többek között az én nagymamám is kapott ilyet. Amit az én nagymamám kitüntetésként kapott, én ezt nem fogom szégyelni. 5 évvel ezelőtt kapta meg fegyvereit az első munkásőr alakulat. 5 évvel ezelőtt jelent meg a főváros utcáin az első szürke overálos munkássereg. Az ellenforradalom után alakult új fegyveres testület 5. születésnapján emlékjelvénnyel tüntették ki a legrégibb munkásőröket. Érdekes szubkultúra seregszemlézik Kádár János sírjánál a Fiumei úti sírkertben. Ők a Magyar Antifasiszta Liga, leánykori nevükön Kádár János Emléktársaság és a Munkásőr Emléktársaság. A kommunizmus és a kommunista elvek immáron elfoglalták az őket megillető helyüket a történelemben, hatásuk itthon legalábbis már nem igen van, de a társaság tagjai 1956-ot továbbra is ellenforradalomnak tartják, a rendszerváltás tragédiának, Kádár János pedig a 20. század legnagyobb államférfiának. Vajon miért gondolják így? És a munkásmozgalmi panteontól pedig ideérünk a 20. századi legnagyobb magyar államférfi Kádár János elvtárs sírjához. 111 éve született Kádár János. Születésének ezen szép évfordulóján gyűltünk össze Kádár János és felesége sírjánál, hogy szívünk szeretetének, tiszteletének virágait, koszorúit helyezzük el. És mi vesz rá egy ilyen fiatal embert, hogy egy ilyen rendezvényre ellátogasson? Hát először is utána néztem, hogy Kádár elvtárs miket csinált, és az elmúlt 33 évben, és én úgy döntöttem, hogy lerúgom a tiszteletemet előtte. És mit olvastál a történelmi könyvekben róla? Hát a mai történelmi könyvek az a baj, hogy meghamisítják az ő múltját. Amennyiben? Hát sokan mondják azt, hogy véreskező diktátor volt. Uh-huh. És hogy magát 56-ot ő verte le. Hát biztos, hogy valamennyi köze volt hozzá. Tehát én nem mondom azt, hogy nem volt köze, mert uh-huh. akkor nagyon sok mindenkinek köze volt ehhez. De hát ezt már soha nem tudjuk meg. Lassan most már hagyománynak tekinthető, hogy szervezeteink, magyarországi kommunista és antifasiszta szervezetek tagjai, képviselői, vezetői gyűlnek itt össze. Milyen civil szervezet képviseletében van itt? Igazság szerint az eredeti nevünk Kádár János Baráti Kör. De amikor az Orbán kormány betiltotta Kádár János nevének a használatát, kellett keresni egy olyan másik baloldali szervezetet, aki befogadott minket, és ez volt a MAL, az Antifasiszta Liga, ahol tovább folytathattuk azt a Kádár János életét feldolgozó, Kádár János életét bemutató munkánkat, amit elkezdtünk. De hivatalosan nem használhatjuk azt, hogy Kádár János baráti kör. Azt is mondaná magáról, hogy ön kommunista? Tudja mit? Ha abban az értelemben mondjuk, hogy mit jelent ez a szó, hogy kommunista? Hát a kommun, az közösséget jelent. A kommunista az egy közösségi ember. Uh-huh. Na most az, hogy mennyire közösségi ember vagyok, azt a társaság tudna elmondani, mert ott a környe az összes településen mindenki tudja, ki az a Kati néni, de ha a férjezet nevemet mondanám, lehet, hogy nem tudják. Noha, neki is lehettek sérelmei az 56 előtti évekből, de Kádár János nagyon szerette az embereket. Szerette volna megmenteni a szocializmust, hazánk addig elért szocialista vívmányait, a munkáshatalmat, éppen ezért nem engedhette, hogy az 56-os fasiszta hordák győzedelmeskedjenek, nehéz döntést hozva stabilizálta hazánk belpolitikai helyzetét, rendet teremtett, majd ezek után a nehéz hónapok, évek után a békés, nyugodt, kiszámítható élet lehetőségét biztosította a dolgozó magyar emberek milliói számára.
történészek konszenzusa szerint az 1956-os események forradalomnak minősülnek. Ti nyíltan azt mondjátok, hogy ez ellenforradalom volt. Akkor ezek szerint jogszerűnek tartjátok Nagy Imre kivégzését is? Hát nézze, vagy nézd, én nem szeretnék Nagy Imrével foglalkozni, ha ő olyasmit követett el, ami miatt halálbüntetést érdemelt, akkor ezt érdemelte. Viszont 56 ellenforradalom volt, és ebből nem fogunk engedni. A szocialista rendszer volt egy forradalmi rendszer, és a szocialista rendszer ellen, a Magyar Népköztársaság törvényes rendje elleni felkelés volt 56, és ezt joggal nevezzük ellenforradalomnak. Azért ő folytotta vérbe többek között az 56-os forradalmat. Ehhez mit szólsz? Hát azért az oroszoknak a keze is benne volt. Tehát ő akkor azt mondja, hogy nem, akkor az is lehet, hogy őt is internálták volna máshova. Most akkor jó, hogy leverték a forradalmat, vagy nem? Hát ezt én szerintem mindenki maga dönts el. És te hogy döntöttél? Hát végül is én nem mondom azt, hogy az 56 előtti rendszer teljesen jó volt. Nyilván voltak hibái, de utána egy sokkal vidámabb korszak következett, úgyhogy végül is azt mondom, hogy részben jó, de részben rossz is, végül is ez a véres esemény, ami akkor volt. Nekünk gyerekeknek az volt a nagy sztori, hogy ültünk az árokparton, és néztük amerikai újságírókat, ahogy leföl autózgattak, és dobálták nekünk a rágógumit, amiről akkor azt sem tudtuk, hogy micsoda. És a falu népe szimpatizálta a felkelőkkel? Az az igazság, hogy egy bányavidéken a munkások általában megrágják a dolgokat, nem dőlnek be rögtön mindjárt mindennek, és az volt a furcsaság, hogy ugye első három nap a egyetemisták és a dolgozók lelkesedését láttuk, és egyszer csak ők eltűntek. És olyan emberek kerültek elő a faluba is, akik nem tudjuk honnan szereztek fegyvereket, és a börtönből jöttek. Úgyhogy ez nagyon megzavarta az emberek, és a mai napig meg vagyunk róla győződve, hogy a három nap után, a negyedik nap, az már ellenforradalom volt. Tehát ön azt gondolja, hogy 56 ellenforradalom volt? Hát három nap után biztos, hogy az. Mert ott már a munkások, az egyszerű emberek jogait kezdték el kóstolgatni, meg hát ami most van, hogy nincs szakszervezet, nincs ez, meg az, meg előkerültek régi gazdagok, akik már azt hiszték, mit lehet visszakapni. Úgyhogy ez azért megzavarta a népet. Most már a idősebb generáció is használ internetet. Ha lehetőségünk van megszólalni, akkor rövid kommentben el lehet mondani az igazságot a hazugságokkal szemben. És ha van unokánk, akkor el lehet mondani az unokáknak, hogy milyen ember volt Kádár János. És hogyha a nagyszülőktől hallják ezt, akkor esetleg nem fognak beállni a Kádárt és a szocialista rendszert gyalázó csürhe sorai közé. Te baloldali érzelmű ember vagy, ezek szerint kommunistának is mondanád magad? Így van. Neked a családodban voltak kommunisták? Vagy hogy jutott el hozzád ez az eszme? Többek között nagyapám, sajnos nem ismertem, ő munkásőr volt, és még távoli rokonok, de hát őket sem ismertem, tehát így nem beszélgettem a családban kommunista érzelmű emberrel. Visszakanyarodva 56-hoz, azért utána mégiscsak ott egy megszállás volt egészen 89-ig, az lehet pozitívan értékelni? Most mondok önnek valamit. Ahol mi lakunk, ott egy nagy orosz laktanya volt. Nem találkoztunk velük. Égen, földön, semmi. Egy közös dologot bejárhattunk a boltjukban, és ott olyasmikat is vásárolhattunk, amit a kinti boltokban nem. Tehát semmi kulturális programokon találkoztunk, tehát úgy semmi gondunk nem volt velük. Azt ugye később mondogatták, hogy hát hatással voltak a politikára, ezt nem tudom. Nekünk nem voltak útban, akik ott voltak. Hát mégis egy idegen hatalomnak a katonai ereje itt van megszállóként. És akkor most mi van? Hát most nem tudunk megszállókról Magyarországon. Nem? Hát hadseregről bizonyosan nem. Hadsereg van, az biztos. Az biztos. De tőkések vannak bőven. Úgyhogy akiknek csak az az érdekes, hogy hát minél több munkaórát töltsön el a munkása a gyárába, és minél kevesebbet fizessen.
Volt a Moszkári Társaságban egy tagunk, aki kormányőrként a úgynevezett Fehérházban, tehát a Központi Bizottság székházában teljesített szolgálatot, az első emeleten, amikor jött Kádár elvtárs, vigyázva vágta magát, odaugrott, kinyitott az ajtót, tisztelget, stb. Kádár visszaköszönt neki, és nem telt bele 5 perc, szól a telefonja, és a őrségparancsnok mondja, hogy küldtem a váltást, azonnal jöjjön föl. Átadta a ügyeletet, fölment, és mindennek lehorták, hogy mit képzel, hogy tehet ilyet, hogy mit követett el, hogy Kádár János panaszkodott rá, és ő ezt nem értette. És megkérdezték a Kádár Jánost, hogy akkor tehát mi is történt? És a következőt mondta, az ég egy világon semmi nem történt, én csak egy kicsit morogtam itt magamba, azt értették itt maguk félre, mondta a titkárság tagjainak. Aztán tulajdonképpen az az egyetlen bajom, hogy én előttem ne nyissák ki az ajtót, mert ez mindig a börtönre emlékeztet engem. 1989-ben a négyigenes népszavazáson hatalmas többséggel szavazta meg a magyar társadalom azt, hogy szüntessék meg a munkásőrséget. Ezt hogy lehet értelmezni, ezt az eseményt? Ez egyfajta árulás volt a munkásőrséggel szemben, vagy a párttal, vagy a magyar néppel szemben? Ugye 4 millió ember szavazott a munkásőrség megszüntetésére, 216 ezer ember szavazott arra, hogy maradjon meg a munkásőrség, és azért azt ne felejtsük el, hogy volt egy másik 4 millió ember körülbelül, aki nem vett részt ebben a négy igenesnek nevezett bohóckodásban, azért szerintem ők is számítanak valamit ebben az országban, és az, hogy a legelső alkalommal hátba szúrták a pártot és elárulták a munkásőrséget, ezt valóban lehet árulásnak nevezni. Mi ezen tovább megyünk. Ez a négyigenes népszavazás, ez régen volt, mi a munkásőrség emlékét ennek lennyire ápoljuk. Hogy néztek ki szervezetileg vagy csoportilag? A munkásőrség 1989-ben megszűnt, jogutód nélkül. Azóta eltelt 34 év. A munkásőrséget újjáállapítani nem lehet, és nincs is értelme. Jelenleg nincs munkásőrség. Egy hagyományőrző civil szervezet jött létre 2019-ben, hagyományőrző munkásőr társaság néven, amelyik nem bejegyzett társaságként, úgynevezett civil társaságként működött. Ez a szervezetünk idén 2023. januárjában ebben a formában megszűnt, egy kisebb létszámban és szerényebb keretek között munkásőr emléktársaság néven folytatjuk a tevékenységet. Ezt az acélszürke ruhát, ezt milyen alkalmakkor szoktad felvenni? Gondolom hétköznapokon kevésbé. A munkásőr egyenruhát a rendezvényeinken viseljük. Évente van néhány alkalom, amikor megemlékezünk különböző munkásmozgalmi ünnepekről, a Tanácsköztársaság kikiáltásáról, hazánk felszabadulásáról, Kádár János sírjához eljövünk, és akkor az egyenruhát viseljük. Természetesen ez nem hétköznapi viselet. Ért már inzultus a ruhaviselése miatt? Nem, soha. Rendszerváltozást hogy tetszett megélni? Először értetlenül, nem tudtam elképzelni, hogy mit akarnak. Akkor elkezdtem lelkesedni, mert a civil szervezetek élete fellendült, sok mindent csináltunk, 12 éven keresztül a település aranykora volt, akkor már nem a szülőhelyen voltam. Addig, amíg nem kerültek olyan alakok a különböző szervezetek élére, akik a saját hasznukat kezdték keresni, és nem a települését. Akkor kezdődött a csalódás. Mert nem tudtuk visszaszerezni azt, hogy a közösség embereinek az ő hasznukra legyen ott bármi is csinálva, tervezve, és így szépen szétestek. Most jóformán csak nevében jönnek a civil szervezetek. Egyébként mivel foglalkozol? Tehát maga, nekem a szakmámra gondolsz? Igen. Elektronikai technikus vagyok. Uh-huh. Tehát semmilyen politológiai szakmára nem mentem, tehát vagy szakra. Úgyhogy ez távol áll így a kettő egymástól. És nem szervezel szakszervezetet a munkahelyen? Nem szervezek azt. Tehát mégiscsak fontos lenne a munkás önszerveződés a 21. században is, nem? Hát végül is igen, csak az a baj, hogy a rengetegen kik közösítenének engem. Az a baj. Hirdetni, hát nem mondom azt, hogy nem jó hirdetni.
De hát az a baj, hogy 10-ből 9 ember engem leköpne, mint hogy mellém állna. Ez a baj a mai Magyarországon. Látjuk, hogy hova hozott ez a 30 év demokrácia minket. És azért úgy döntöttem, hogy a 90 előtti időszaknak hajtok fejet, mint a mostani hatalomnak. Én egy egyszerű munkás ember vagyok, fizikai dolgozó. A munkahelyen nem politizálunk, végezzük a munkánkat. Röviden ennyi, nincs politizálás. Négyszer voltunk a Suzuki-nál tüntetni, mert a szakszervezetet nem engedték megszervezni, és amikor a gyáron kívül megszervezték, akkor kirúgták a fiatalembert, aki megszervezte. Ez már nem tetszik. Ez már nem tetszik. A dolgozóknak kell, hogy legyen képviselete és beleszólási joga, és mivel az én rokonságom nem Magyarországon él, nekem vannak tapasztalataim családokon keresztül, hogy igen, a úgymond kapitalizmusban is lehetnek, hát mondjam azt, hogy emberi dolgok. Az én kis unokogom azt írta ki a Facebookra, világnézettem rebellis, pedig még csak kisgyerek.